Kedves nézőink, ha rápillantanak a címre, a gyermekem az életem, akkor még talán azt is mondhatnánk, hogy ó, hát ez közhely, hát persze, hogy mindenkinek a szeme fénye a gyereke. Csak a kérdés az, hogy vajon tényleg okosan neveljük őket, megteszünk mindent a jólétükért, az egészségükért, és egyáltalán a boldogságukért. Hát ezért úgy döntöttünk, hogy mi ma erről fogunk beszélgetni. Üdvözöllek, Tibor! Szeretettel köszöntök én is mindenkit. És hát gyereke szinte mindenkinek van. És mindenki azt érzi, hogy ő aztán nagyon jól neveli. Vajon így van ez? Én nagyon remélem, hogy igen, mert mire az ember abba a korba érkezik, hogy gyermeket vár, addigra már sok mindenen átment a saját tapasztalati alapján, a szülők, a nagymamák, nagypapák tapasztalati alapján, csak van egy rossz hírem. Ezek a régi-régi tapasztalatok sajnos ma már nem érvényesek. Hát vagy nem mind. Nem minden érvényes. Igen, nagyon jól mondtad, mert a még régebbi tapasztalatok voltak, lesznek újra érvényesek. Amikor tűnik a régi tapasztalatok, igen, hát az már az 50-es, 60-as évektől kezdve változtak meg, amikor mindent a közértből kellett megvenni, meg a kollektivizálás miatt a piacok is megszűntek szinte. Jó, ha játszótérre jó, ment a gyerek, van. De nem egy és mezőre, hát az volt patakpartra. Az volt a cél, hogy a dolgozó nő hazafelé megveszi az élelmiszert, otthon megmelegítés, odaadja a férjének. Na most ez a konzervidőszak szerencsére már vége felé közeledik, vagy mégse? Tehát megint tápszert adunk a gyereknek, már megint útközben megveszünk a konzervet és felmelegítjük a férjünknek? Nem, kedveseim, nem, ez már így megint nem jó. Tudnélik, és ez adta az apropót, hogy erről beszéljünk. Amerikából mindig érkeznek különleges információk, és egy egyetemnek a felmérése alapján azt kell, hogy mondjam, hogy kint Amerikában a úgynevezett dolgozó embereknél a boltba vásárolt kész élelmiszereknek az aránya 80%. Még egyszer mondom, 80%. Az azt jelenti az én olvasatomban, hogy minimum az ebédet, vagy a vacsorát, vagy mindkettőt készételekből vásárolják. Ide sorolják persze a házhoz szállított ételeket is, mert azok is készételek. Tudik, abban az esetben, hogyha a feldolgozás során ipari méreteket alkalmazunk, egyszerűen, megint csak egy kimutatásra hivatkozok, döntően elpusztulnak az élelmiszerben lévő hatóanyagok. Hát nyilván csirátlanítják, hogy elmaradjon, ne romoljon. Pontosan a magas hőmérsékletevel, a felvitellel elpusztulnak a hatóanyagok jelentős, hát a vitaminok 100%-a, és a többi, és a többi. Na de hát akkor mit eszünk? Ballasztanyagot, amit aztán nehezen tudunk kiüríteni? Ami még csak nem is rostanyag, hiszen a sok nokedli, krumpli, pépes, tészta, köretek. Nem az volna a baj. Az volna a baj, hogy mindig ezt kapják. Aha. Tehát a változatos élelmezés vagy táplálkozás az rettenetesen fontos. És jókor szeretném hinni, hogy jókor szólok ilyenkor nyáron, amikor, drágáim, egyet értsenek meg, az olcsó húsnak híg a leve. Tehát magam ellen beszélek, mert mióta őstermelő vagyok, én is azon töröm a fejemet, hogy hogyan tudnék egészséges táplálékot adni azoknak az embereknek, amit a tanyámon megtermelünk. És ezért a kíméletes feldolgozást tanultam, igen, a Maglódi úton, a konzervipari szakközépiskola laborjába sokat jártam én is, és sokféle megoldás van. Na most mi érdekli önt ebből, kedves hölgyem és uram? Elsősorban az, a nagyikat is remélem, hogy tessék elővenni a régi nagyi szakácskönyveket és otthon megfőzni, amit a piacon megtetszett venni. Ez. A második pedig az, hogy hát ha sok pénze van, ahogy szokták mondani, akkor vegyen ön huncutságokat, hogy táplálék kiegészítők, stb. Aztán egyen, amit akar. Tudnélik. Most megint csak egy példa. Én annyira büszke vagyok, annyira, tehát így emelkedek egy-két métert, hogy ugye lassan 20 éve, hogy szoktam mondani, hogy ezt kéne fogyasztani, meg azt kéne, persze márka név nélkül mondom, de bebizonyosodott, hogy amiket én azt mondtam, hogy a világ legjobbjai, hát tényleg kiderül, hogy az. Hát kérem szépen, mi sem bizonyítja jobban, hogy mit tudom én, az a omega-3, amiről én beszélek, az valóban az OGI bevizsgálása alapján
a legjobb minősítést kapta, így azonnali hatállyal a 27%-os áfából az 5%-osba vitték le, automatikusan 22%-kal olcsóbb lett. Miért? Azért, mert hála a jó Istennek és a nem tudom kinek, azt rendelték el a minisztériumban, hogy először is gondolkodtak, hogy azért államszinten is és minden szinten olcsóbb egészségesnek maradni, mint a betegeket gyógyítani. Mindenféle szempontból. Uh-huh. Tehát, hogyha valaki megengedi magának, és miért ne engedi meg, hiszen az életéről van szó, miközben tudjuk, hogy a szív- és érrendszeri betegségek miatt hal meg meghaltak 57%-a manapság, fontos, hogy akkor, ha már választunk, a legjobbat válasszuk. Most már az ár is sokkal olcsóbb, 22%-kal. De ugyanilyen nagyszerű dolog az a probiotikum, amiről majdnem minden műsorunkban beszéltünk eddig, és lám-lám kiderül, hogy tényleg ez a legjobb. Megint az OGI bevizsgálása alapján rá is van írva, hogy már nem étrend vagy táplálékkiegészítő, hanem gyógyászati célra szánt tápszer. Uh-huh. És így 5%-os az áfája. Na, abban az időben, amikor ugye minden fillért próbál az állam természetes módon megkaparintani, hogy aztán bizonyos dolgokra költse, de most mégis elengedik ezeket a 22%-okat, és mondhatnám a többi produktumokat is, amiket én gyakran szoktam emlegetni. Vajon miért? Kérem, azért, mert valóban a legjobbak. Ennyi. Egyébként jó, hogy ez szóba került, hogy gyerekeknek milyen kortól lehet adni probiotikumot? Azt a probiotikum szót most nem hallottam. Milyen kortól lehet adni egyáltalán úgynevezett táplálékkiegészítőket? Uh-huh. Akkor kezdjük ott, hogy az én kedves, nagyon jó barátom, aki a páromnak a fia, és szülésznőgyógyász, nem is akármilyen, a saját babájának a megszületésekor fotó bizonyítja, hogy az első az volt, hogy kis mokáskanállal Emília szájácskájába aloét tett. Méghozzá a legjobb minőségűt. Tehát ugye ennél többet nem kell bizonyítéknak adnom, hogy egy igazán a szakma csúcsán álló szülésznőgyógyász orvos a saját gyerekének ezzel kezdi az életét. Nos, ezt nem véletlenül kérdeztem, mert a gyerekek most ugye innen-onnan benyalnak valamilyen vírust, és ők is szednek antibiotikumot. Nézd, igen. Tehát náluk is pótolni kell. Akkor én megint azt mondom, hogy 0 éves kortól azt a minőségi aloét, amiben nincsen szármaradvány, egyéb, csak kifejezetten maga a belső gél van, azt a 0 éves gyereknek, tehát a megszületett csecsemőnek nyugodtan lehet adni minimális mennyiséget, aztán azt lehet fokozni később, de semmi ártó anyag nincsen benne, viszont több mint 240 féle olyan anyag, ami a gyermek egészséges fejlődésének naponta szükséget kapja. Legalább annyira fontos lenne, mint az anyatej. Megjegyzem, benszülött népeknél mai napig is ugyaninnen vették egyébként a példát a szakemberek, akik ugye előre látnak, hogy a benszülött népeknél ennek az aloénak a kipréselt nedvét adják szintén elsőnek a babának. Miért? Azért, mert ez tuti biztos, hogy minden benne van, ami a napi szükséglet a gyereknek. Természetesen nem pótolja az anyatejet, ez sem és semmi sem. Minél tovább tessék szoptatni ezt a babát. Na most, hogy babák, a gyerekek, a szemünk fénye. Ha így elindulnánk ezen az úton, akkor én nagy összegű fogadásokat mernék kötni, úgyis megnyerném, hogy sokkal több egészséges gyerek volna a világban, ha minden nap megkapnák azt a koruknak megfelelő mennyiségű aloét, illetve olyan táplálék kiegészítőket, amik természetes gyógynövény alapúak. A kornak megfelelőt. Tehát akkor bátran őket is készítsük föl, hiszen jön a nyár. Mennek ide-oda játszani, jönnek a táborok például. Kell, hogy valamivel elindítsuk így őket. Így van. A jó tanácsokon kívül, mert kedves szülők,
ezek nagy dolgok ám a gyermek életében is, de a szülő életében is, mert otthon aggódnak, hogy Jézusom, mi van a szemem fényével. Hát ha jól elindítottok, akkor minden rendben van. Egy picit muszáj vagyok beleszőni azt is, hogy kérem szépen, a mai gyerekek azok nem a 18-es korukban lesznek nagykorúak, azt hiszem, ezt tisztában vannak vele. Tehát akár már a 10 éves gyereknek kell is, őszintén, és nem pironkodva, hanem haveri szinten el kell beszélgetni, hogy a táborban mi mindenre kell vigyázni, és nem csak a kullancsra meg a napszúrásra, hanem a többieknek a játéknak tűnő, ám de komolyá válni tudó közeledésére is ki kell oktatni a gyereket. Tehát mit vigyen magával? Azon kívül, elsősorban attól függ, hogy milyen táborba megy. De én a nagy átlagban azt mondom, soha ne hagyja otthon a spricnit. Az az első. A spritzni tessék betenni. De nem mindenki tudja, mi az, hogy spritzni. A spritzni az aloénak egy olyan változata, amelyben egy csomó természetes gyógynövény van, amely a bőr teljes területén, a hajtól a lábujjig, mindenhol, az égésvágás, horzsolás, pikkelysövő, ősövő, ekcéma, bőrallergia, napallergia, nem sorolom, tehát gyakorlatilag a bőr első segélynyújtója, első, tehát ezzel legyen az első, hogy bekerül a táskába. És nem az a picike, amit szoktam ajánlani, hanem tessék a nagyobbat, mert ha baj van, akkor azért több kell belőle. De a torokgyulladástól, a nyári megfázástól kezdve mindenre jó. A másik. Egy olyan aloe zselékrém, amely hát táborban nagyon gyakran előfordul, kisebb-nagyobb horzsolás, sebesülés, stb. De akár a napleégés is. Bekenni vele, és megszűnik rögtön a fájdalom, a sok minden. Én nagyon ajánlanám, hogy vigyen magába a táborba egy olyan port, ami hát alkotója Nobel-díjat kapott ennek a L-argininnak a apostrofálásáért, tehát megtalálásáért és feldolgozásáért és leírásáért, illetve ezt a bizonyos port megalkotta azzal a célzattal, hogy kortól, nemtől, állapottól függetlenül minden nap, ha valaki egy ilyet megiszik, akkor már biztosítva van jó ízű állapotban a napi bizonyos táplálék szükséglete. Ezt most jól körülírtam, de hát mivel tudva levő, hogy nem lehet neveket említeni, így csak azt tudom mondani, hogy ha érdeklődjenek nálad, vagy nálam, persze, vagy stb. Persze, tulajdonképpen ez a szív- és érrendszernek a ez a gyerekektől a dédnagypapákig mindenkinek naponta kellene. És egyszerű, könnyen. Vízbe, két kérdés kérdezi, vízbe beleönti, megkeveri és megissza. Fantasztikus az íze, és fantasztikus a hatása. És hát nem utolsó sorban, hogyha táborba megy valaki, akkor vigyen magával olyan tápanyagot, ami hogyha ott nem ízlik a táplálkozás, vagy nem elég, vagy nem tudom, akkor ebből a porból egy kis tej vagy víz hozzáadásával egy olyan koktélt kap, amit egyébként otthonra is ajánlok. Sokan panaszkodnak, de hát nincs pénzem, drága szíveim, a olcsó húsnak higaleve dolgokat megtetszenek vásárolni olcsón, de semmit nem ér. Ez alig került többe. Hát én kiszámoltam, hogy egy főétkezés, ebéd vagy vacsora 200 forintba kerül, és benne van minden, ami a szervezetnek a főétkezésben kell. Így van, ez a fontos. Na most ez a gyerek, aki ráadásul ugrál, stb. Több energiára van szüksége, hát miért nem viszi magával, kicsim, minden nap ebéd után vagy vacsora után tessék egy ilyet megenni. Tudod, 2 deci víz, beleteszel egy kanállal, és biztos, hogy nem leszel éhes, viszont tele leszel energiával. Hát ezeket javaslom én táplálkozás szempontjából elsősorban. Hát amellett, hogy úgyse fér be a táskába sok gyümölcs, meg zöldség, minden, azt útközben szerezzék be. Na most egy kicsit beszéljünk arról, mert hát egy újabb etap következik a babaváró programban, méghozzá most már egészen konkrét dolgok, például az épület, a helység, a szállás szépítése, és úgy tudom, hogy valamire készülsz. Hát nagyon készülünk, ma jelent meg a Leleplező című újság, amiben 4 oldalon keresztül írunk erről a témáról. Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik segítettek bennünket ruhaneművel, nem használt bútorokkal, illetve hát nem szükséges bútorok,
Tehát egyáltalán neki segítette a babaváró otthon létrehozását, de most tényleg az a következő fázis, hogy vizet kell szerelni, fűtést kell szerelni, burkoló munkák vannak, szobafestő munkák vannak, belső terveknek a végleges kialakítása. Tudnélik, aki nem tudná, ez a Kiskunsági Nemzeti Park közepén lévő ingatlan, 14 szobája, csontig, de csont alatt is kiraboltatott, tavaly télen, 2015 elén, és hát próbáljuk rendbe tenni, mert ettől függ, hogy mikor tudunk elindulni. Hogy miért? Azért, mert ha így megy tovább a gyermekek nem születése Magyarországon, akkor a hivatalos jelentések szerint e század végére összességében 2-2,5 millió magyar lesz a földgolyón. Ez pedig szerény olvasatom szerint azt jelenti, hogy kihal a magyar nemzet. Ugyanakkor, ha ezt a programot most beindítjuk, nagyon szeretnénk karácsonyig beindítani, akkor azok a kismamák, akik nem szeretnék az abortuszt, de nem tudnának hova vinni azt a babát, mert szigorú anyuk azt mondta, ilyen gyereket ide nem hozol nekem, akkor menj világgá, csinálj, amit akarsz, vetesd el a gyereket. Viszont ha el tudja hozzánk hozni, és mi helyet adunk neki, szállodai szobát, ellátást, fürdőszobát, mindent, akkor ott a babát el tudja kezdeni nevelni. Csinálunk egy videófilmet kettőjükről, és ezt a filmet megmutatjuk anyukának, apukának. Mit fog szólni ez a szigorú szülő? Apa, ez a mi lányunk, ez a mi unokánk, hozzuk haza. És ha nem, akkor több mint 22 ezer meddő házaspár vár egy gyermeket, hogy kerek legyen az életük, és több magyar ember szülessen. Barátaim, ha ez így megtörténik, én garantálom, hogy e század végére nem 2,5 millió magyar lesz, hanem 12,5 millió. Kalkuláljanak, osszanak, szorozzanak, egyszer majd beszéljünk többet erről a témáról, hiszen az elkövetkező 83 éven keresztül a ma születetteknek is lesz még unokájuk is. Hallgassanak rám! Június 30-án, pénteken lenne ez a bizonyos tábor, amikor egy esti parti bográcsozás keretében megismerkedjük egymást, meg odaérkeznek. Pénteken dolgozunk, ki mit tud szakipari munkát csinálni, és aki akar, marad vasárnap is, természetesen koszkvártét biztosítjuk. Hívjanak fel Glória számán, vagy az én telefonszámomon, és megbeszéljük. Kérem, drága uraim elsősorban, de hölgyek is, segítsenek. Segítsenek, hogy megmaradjon a magyar nemzet politika mentesen, boldogan. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon szép kezdeményezés, Tibor. Tehát aki úgy érzi, hogy tud segíteni, hívja bátran a műsor telefonszámát 0629 340 330, és én segítek, továbbítom a Tibornak minden jószándékú ember segítségét. Köszönöm. Kedves nézőink, mára búcsúzom önöktől. Remélem, hogy jól töltöttük együtt az elmúlt 2 órát. Önök a Tea Glóriával című műsort látták, én pedig Geszti Glória vagyok. A műsor állandó telefonszámát még egyszer elmondom, 0629 340 330. De megtalálnak minket a Facebookon, és van saját weboldalunk is. És aki úgy érzi, nézze az ismétléseket, ha lemaradt valamiről, főadásunk mindig szerdán 20 órakor van, az első ismétlés csütörtökön hajnalban 3:30, a második csütörtökön 1 órakor, aztán szombat délután 18 órakor várjuk önöket a képernyő elé, és vasárnap ébredjenek velünk reggel 8-kor. Jövő héten új műsorral jelentkezem, addig is csodás szép hetet kívánok önöknek. Egészségünkre, Tibor!